Sziasztok! Oli vagyok, és a mai témánk, most a kezdőknek mondok néhány ötletet a játékhoz. Itt a barátokról lesz szó, hogy hogyan szerezzünk barátot, később pedig arról, hogy hogyan tartsuk meg őket, és hogyan szelektáljuk őket, hogy tényleg érdemes barátokat találjunk, és azokat tartsuk meg, akik ténylegesen sokat jelentenek nekünk. Hát nézzük, először is ahhoz, hogy barátunk legyen, azt lehet azonnal csinálni, de akkor jön igazán jól, hogyha van barátja az embernek, ha már van az embernek fogadója. Itt, hogyha bemegyek, rögtön mondja is, hogy további barátok hozzáadásom, vagy a fogadó az tényleg arról szól, hogy a barátok itt egymás fogadójába beülnek. Jó, hát bejövünk itt a barátokhoz, ezt a menüt úgy is el lehet érni, hogy bejövök itt a barátokhoz, és akkor rámegyek itt a keresésre, és felajánl néhány embert, amit az ember, ha akar, elfogad, ha akar, nem. Tudom én, tegyük fel, hogy most itt elfogadjuk az összes barátot. Ez azt jelenti, hogy nem azonnal a barátunk lesz, hanem elküldjünk nekik egyfajta meghívót, amit ők megkapják itt az üzenetet, és akkor eldöntik, hogy szeretnének a barátaink lenni, vagy nem. Na most látjuk, hogy ezek itt mind pici játékosok, tehát ezek mind ugyanúgy most kezdték a játékot. Tehát azt jelenti, hogy nem kell meglepődni rajta, hogyha két nap után abba hagyják a játékot, tehát ez azért nem egy életbiztosítás. Na most, már valaki el is fogadta, hát ez gyors volt. Na most, hogyan kéne akkor ebből tovább lépni, mert hogy ez itt most csak ilyen, elküldtünk X meghívót, és akkor ez mind kis játékos, hát lehet úgy is meghívót szerezni, vagy meghívót küldeni olyan játékoknak, akit nem is ismerünk. Tehát például bemegyünk itt a globális című menübe, és ott van egy ilyen globális ranglista, és megtehetem azt, hogy puff, az elejére szaladok, és akkor valami brutál nagy játékost megfogok, és akkor azt mondom, hogy barát hozzáadása. Hát ezt 99%, hogy ő vissza fogja utasítani. Tehát azért ez nem biztos, hogy egy olyan nagyon, nagyon jó ötlet. De hát akkor mit is lehetne ezzel csinálni? Hát például azt meg lehet tenni, hogy itt már a elküldött barátoknak bemegyek a fogadójába. Közben itt ülök be a fogadójukba. Na most bemegyek én az ő fogadójukba. Amint látjuk, ez a barátunknak éppen tele lett a fogadója. Mielőtt itt kiüríti, én itt rámehetek erre a emberekre, akik beültek az ő fogadójába, tehát azt jelenti, hogy ezek úgy nagyjából megbízható emberek, akik már beültek egy másik fogadóba, hát akkor adjuk ezeket a barátokat hozzá nekünk. És nézzük, itt egy másik, jaj, de jó, ez itt egy ilyen olyan ember, aki beül a fogadóba. Nagyszerű. Hát akkor most menjünk be a ő fogadójába. Ez üres, ez egy nem volt nyerő. Jó, akkor úgy volt, hogy indultunk innen, nézzük meg a fülest, hopp, itt egy újabb ember, és akkor azt mondom, hogy barát hozzáadása, oké. És akkor be is megyek a fogadójába. Itt egy következő ember. Hozzáadom, és megyek a fogadójába. És láthatólag olyan embereket adok most hozzá a baráti társasághoz, aki láthatólag már legalább egyszer beült egy fogadóba. És akkor hát, hogyha ő is elfogadja a barátságot, és akkor beül a mi fogadónkba. Így azért elég gyorsan, azt hiszem, hogy 80 helyet lehet alapból kiküldeni, és nem kiküldeni, hanem annyit lehet összesen elfogadni saját
szándékból, utána úgy lehet fölé menni, hogy valaki meghív barátnak, és akkor azt jelenti, hogy elfogadom, és akkor fölé mehetek a 80-nak. Ez egy dolog, de alapvetően 80 lenne a limit. Én úgy emlékszem, hogy ezt 5 óra alatt sikerült megcsinálnom. Annak idején, amikor elkezdtem egy játékot, tehát hogy ez nem egy bonyolult dolog, barátokat szerezni könnyű. Na most akkor térjünk rá a lényegre, hogyan lehet normális barátokat találni, mert hogy ez mind nagyon szép, csak a fele ember, mire odaérünk, már abba hagyta, és akkor nem támogatja a mi fogadunkat, hiszen az lenne a lényeg, hogy a barátoknak egyrészt támogatják egymást, motiválják egymás épületeit, az egy dolog, de a legfontosabb az, hogy a fogadóba beülnek, és mert a fogadóba rengeteg mindent lehet a fogadóboltba majd később venni. És hát ez elég fontos. Beszéljünk akkor arról, hogy hogyan tartsuk meg a barátainkat, és hogyan szelektáljuk meg a listát, hogy minél érdemesebb barátokat találjunk, akik beülnek a fogadónkba, nem pedig csak arra vágynak, hogy mi üljünk be az övékbe. Most a következő a trükk. Két módszert tudok. Az egyik nem nagyon tetszik nekem, de elmondom. Akik nem nagyon veszik a fáradtságot, lehet egy olyat csinálni, hogy az üzenetközpontba küldök minden barátomnak, hogy felveszek egy olyan üzenetet, aki minden barátom rákerül erre a listára, és azt adom a üzenetnek a nevének, hogy lép ki ebből a listából, és aki nem lép ki, az nem játszik, akkor azt ki lehet lökni a baráti listából. Hát ez vagy jó, vagy nem, ugye. Ugye valaki egy-két napig éppen nem ér rá, és pont emiatt kidobom a listából, pedig normálisan beül a fogadomba. Hát nem nagyon szeretem ezt a módszert. Amit én csinálok, az egy kicsit munkásabb. A következőképpen néz ki. Szépen minden egyes embert felírok egy ilyen. Én egy Excel táblába szoktam írni, de valaki foghatja és egy füzetbe is felírkálhatja a neveket. És amikor itt a fogadóban van egy ilyen begyűjtés gomb, mielőtt megnyomom ezt a begyűjtés gombot, fölírom a jó embereket, akik már beültek a fogadómba. Így aztán lesz egy szép listám, hogy általában egy hétig szoktam ezeket a listákat vezetni, és aki nem volt képes egy hét alatt beülni a fogadómba, azt szépen eltávolítom a listámból. Ne csak itt nézze a napot és várja, hogy én beüljek a fogadójába és tegyen valamit. Jó, azt hiszem ennyit szerettem volna mára, remélem élvezhető volt, és mindenkinek jó játékot.